Sziasztok, Andi vagyok, és végre, igen, elérkezett az a pillanat, hogy ezt a videót is megcsináltam. Már elég régóta terveztem, de technikai okok miatt nem nagyon tudtam még kivitelezni. De amint tudjátok, vagy ha nem, akkor most megtudjátok. Szóval én szinkronizálok, az időm nagy részében ezzel foglalkozom, így a videózás meg az írás mellett. És már elég sok szinkronnal kapcsolatos videóm van, amit itt meg tudtok nézni, hogy ne maradjon kérdésetek így azzal kapcsolatban, hogy így mikben szerepelek, hol hallhattok, és nagyjából hogy működik így a szinkron. De stúdióban még nem tudtalak elvinni titeket, de most végre sikerült ezt is megoldani, úgyhogy elviszlek titeket a masterfilmbe, és megmutatom, hogy néz ki belülről egy stúdió, hogy működik egy felvétel, és láthattok részletet is, ahogy dolgozunk, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek, de induljunk is! Itt vagyunk a szinkron stúdióban, a masterfilmben, mert tudom, hogy már nagyon sokszor kértétek ugye, hogy legyen olyan videó, ahol fizikailag is itt vagyok a stúdióban, és így megmutogatom, hogy mit, hogy csinálunk, mi mire való, füles például. Úgyhogy szerintem nem is nagyon húzom a szót így tovább, mutogatom is, hogy így mi, hogy működik. Szóval, amit látjátok, bejövök azon az ajtón, ami logikusan azért dupla, hogy semmilyen hang ne szűrődjön be, a falak is eléggé ilyen hangszigetelták, és a legelső dolog, amit csinálok, ha kint nem csináltam meg, hogy lehalkítom a telefonomat, vagy lezárom, mert nagyon sokszor a rezgés is belehallatszódik, úgyhogy ezt most el is rakom messzire. És hát igen, itt a mikrofon, ő a mi fő kis barátunk, és felrakjuk a fülest, és én az egyik fülemről mindenképpen leszoktam venni, hogy halljam így azokat a dolgokat is, amik ugye itt történnek, mert a másik fülembe pedig az eredetit hallom, és úgy hallom az eredetit is, és saját magamat is. És itt a példány, a szövegkönyv, ami fel van osztva a tekercsekre, és nyilván itt van ezen az oldalon a szereplők neve, itt vannak a szövegek, középen a timecode, de az előző videóimban ezt elég jól elmondtam, hogy mi hogy van. És körülbelül így szoktuk tartani a szöveget, nyilván ne takarjuk el a mikrofont, ne is erre beszéljünk, mert akkor a hang arra megy és nem a mikrofonba. Szóval ez olyankor egy kicsit trükkös, amikor nagyon sokan állunk a mikrofon előtt, mert akkor nyilván egy kicsit így oldalt állunk, de közben kicsit bedőlünk, hogy azért így a mikrofon irányba menjen a beszéd. Úgyhogy alapvetően így működik. Van, amikor a szöveg nem ilyen formában van, hanem előttünk egy monitoron fut ugyanúgy a szöveg. Én jobban szeretem amúgy kézben tartani, mert akkor jobban tudom szabályozni, hogy mennyire van közel, mert ugye nem annyira látok jól, meg hogyha partnerrel vagyok, akkor is így tudunk kicsit könnyebben így egymáshoz igazodni. De van, amikor ilyen kottatartón, ilyen kottaállványon, szövegállványon van a szöveg, úgyhogy ez azért variálódik, de ez úgy általánosan az a környezet, ahol mi dolgozunk. Ja, és természetesen megy a kép, a film, a televízión, a monitoron. Most, hogy nagyjából azért így megmutogattam, hogy mi hogy működik, szeretnék egy ilyen élesben felvételt is mutatni, hogy hogy csináljuk. Úgyhogy volt ez a Nincs Bocsánat című koreai film, ami a Digi filmen ment, úgyhogy most abból fogok egy kis jelenetet nektek így bevágni, hogy meglássátok, hogy hogy dolgozunk, meg tényleg így rendezővel, meg hangmérnökkel, meg partnerekkel így ez hogy működik. Úgyhogy azt lessétek meg, az fog most következni, és amúgy köszönöm Adriának, hogy segít nekem videózni, és nézzétek meg a Szinkron Videók nevű csatornát, mert ott nagyon sok videót találtok amúgy szinkronizálásról, különböző filmekről, színészekkel interjúkat, úgyhogy azt mindenképpen lessétek meg, velem is van ott amúgy interjú, úgyhogy most jöjjön a Nincs Bocsánat. Anya biztosan teljesen kiborulna, ha látnám, mivel foglalkozom. Hogy? Én? Szóval, ha a gyilkos arra a helyre vitte a hullát, meg lehet, hogy nem is állt szándékában igazán elrejteni. Hogyan már? Túl bonyolítod az ügyet. Nem hagyhatja, hogy a kezdő foglalkozzon egy ilyen fontos üggyel, mint ez. Úgyis csak elszúrja az egészet. Alapos munkát végeztem. Nyomozó. Igen. Akkor készen áll? Igen, uram. Csak ne izguljon, és rendben lesz. Fogalmazzon világosan, jó? Na de főnök! Öregem, semmit sem húztál ki a gyanúsítottadból. Hol van Hyewon? Hyewon.
Hie von. Hie. Hie. Hie von. Itt nem mondj. Hie von. Aha, hie von. Uh-huh. Innen indulunk, ahol van hie von. Uh-huh. Hol van hie von? Amit tesz, azt soha nem fogja magának megbocsátani senki. Ügyes. Gyere! Szia, gyönyörűm! Ő a lányom. Ő még most is Amerikában tanul. Honnan tudja? Elmesélte, amikor 5 éve meglátogattam. Még most is tisztán emlékszem rá. Ah, jó a memóriája. Környezetvédő aktivisták. Tüntetés a partrendezés ellen. Az Élszang betoncég az építkezés egyedüli beszállítója. Azt mondják, egyre gyakoribbak az indíték nélküli gyilkosságok. De én nem hiszek ebben. Song-ho, ugye ez? Vagy ez óval volt? Igen, úgy volt, hogy Lee Song-ho. Igen. Professzor! Elkaptuk a gyilkost! Egy fiatal környezetvédő aktivista az. Lee Song-ho a neve. Azt akartam, hogy minél hamarabb tudjon róla. Halló, professzor! Egy nagyon fontos dologról még nem esett szó, arról a szobáról, ami a hangmérnöki szoba, a rendező és a hangmérnök ott szokott ülni, és hát ők is hihetetlen nagy részét képezik egy szinkronnak a lebonyolításában, és meg is mutatom, hogy ott mik vannak. Itt vagyunk a hangmérnöki szobában, ahol elég sok kütyű van, amihez én nem értek, de hál' Istennek nem is kell értenem hozzá. Itt szokott ülni a rendező, vagy rendezőnő, most a széke helyén állok, és itt szokott ülni a hangmérnök. És a rendező előtt van, ez a krumpli, mi csak krumplinak hívjuk, mert ebbe van benne, hogy ki mikorra jön, hány tekercse van, mikor van ebédszünet, mikor van új emberváltás, szóval ez az ilyen holy grail, amiben minden fontos infó benne van. Ezen kívül pedig itt van a példány, ami szintén vagy papíralapú, vagy pedig oda van így a monitorra kirakva, és ezen szól be hozzánk a stúdióba, mert ugye ott is van egy ajtó, és ott az üveg, ugye innen látnak minket. Van olyan stúdió, ahol nincs ilyen üvegablakocska, hanem belül van egy kis kamera, és akkor itt egy másik monitoron látszik a kép, hogy mi ott bent mégis mit művelünk. És ezzel a két gombbal tud beszólni az egyikkel hozzánk, a másikkal pedig ki a váróba, ahol a színészek várakoznak, de van, amikor kijönnek szólni, szóval ez változó, de itt van egy telefon, ami telefon, igen, és ezeken a monitorokon ezen szokott menni a film, amit ugye a hangmérnök és a rendező is szokott figyelni. Azon a monitoron pedig a sávok láthatóak, a hangsávok, és ezekkel a gombokkal lehet mindenféle varázslatot csinálni, de inkább nem merek hozzányúlni. Úgyhogy ez így a technikai része így a stúdiónak, ez a vezérlő, az pedig a műterem. Hangmérnök, rendező, színészek. Igen. Hát így zajlik a munkánk, így zajlik egy felvétel, ilyenek a stúdiók. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha így van, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot. És hogyha bármilyen kérdésetek maradt, akkor azt kommenteljétek bátran, mert nagyon kíváncsi vagyok rájuk. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velem, legyetek jók, legközelebb találkozunk. Puszi, sziasztok!